Sziasztok papagájok, én itt Pörki Perot vagyok, és üdvözöllek titeket itt ismételten egy túlélő részben. Igen, a 13-as az egy eléggé szerencsétlen szám, és ez itt a 13. epizód. Remélem, hogy nem lesz semmi probléma, ugyanis eléggé veszélyes dolgokat tervezek a mai napra. Mint látjátok, új skinem van, vagyis csak annyi, hogy kaptam egy őszi sálat. Remélem, hogy tetszik nektek. Még mielőtt bármi fontosat csinálnék, azelőtt szeretnék az új kardomra mendinget, azaz önjavítást tenni. Ezt így random megtaláltam a chestemben, és hát úgy gondolom, hogy az egyik NCT-s kalandunknál találhattuk. Fogalmam sincs, hogy pontosan mikor, de észrevettem, hogy van rajta a looting 2, ami nagyon-nagyon fontos lesz majd a jövőben, hogyha szeretnénk legyőzni a Withert. Úgyhogy ezt most gyorsan meg is teszem. Itt van, látjátok, van rajta looting 2. Egyelőre még mendinget nem raktunk rá, de most ezt megtettük. Ez egy nagyon-nagyon szuper kard lesz majd a jövőben, viszont egyelőre még nincsen rá túlságosan nagy szükségem. Gondolom emlékeztek, hogy a legutóbbi részben, miután megépítettük a Creeper farmot, ígértem nektek, hogy indítani fogunk egy raidet. Nos, tartom a szavamat, és indítani is fogunk. Ah, itt van egy falu, ezt azt hiszem, hogy már kifosztottam. Tehát indítani fogunk egyet, de előtte volt még valami, amit mondtam, hogy megteszünk, és ez nem más, mint ennek a dzsungelnek a felfedezése. Ezt még sajnos nem tudtuk kifosztani, nem szedtünk fát, nem vittünk kakaóbabot, meg semmi ilyesmit, mert nem volt elég inventory helyünk az 5. részben, amikor erre felé jártunk, de ezt most mindenképpen megtesszük, úgyhogy körbejárjuk. Remélhetőleg egy-két piramist is fogok majd találni, úgyhogy már várom. Nos, ameddig itt vagyok, addig úgy gondoltam, hogy felolvasom a legutolsó résznek a kommentjeit. Nos, az első ilyen hozzászólás Moonnak a kommentje. Ő azt írta, hogy építhetnél egy tropikáriumot, hogyha van kedved, és oda tehetnéd a trópusi halakat. Igen, ez egy nagyon jó ötlet, ugye az előző részben beszéltünk arról, hogy a top kommenteknek a gazdáiról elnevezném a trópusi halakat, és kérdeztem tőletek, hogy mégis hova rakjam őket. Nos, Moon, köszönöm szépen a válaszodat, ez ténylegesen egy jó ötlet, majd elgondolkodom rajta, hogy mégis hova tudnék egy ilyen tropikárium és akváriumot építeni ezeknek az állatoknak, valamint nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen régóta követed ezt a csatornát. Moon már nagyon-nagyon régóta itt van, és tényleg köszönöm neki a támogatást. A másik hozzászólás az nem mástól érkezett, mint Máté Rolandtól, aki azt írja, hogy az elsőtől a 12. részig nézem, szerintem le kellene állnom, de hogyha belegondolsz megint, miért? Így van, így van. Nem muszáj leállnod ennek a sorozatnak a nézésével, hidd el nekem, hogy semmi károd nem származik belőle, sőt, talán tanulhatsz is és jól érezheted magad, kikapcsolódhatsz egy-egy hosszú nap után, hallgathatod a kellemes zenéket, és hát nem tudom, kalandozhatsz velem ebben a világban. Köszönöm szépen neked is a kommentet, nagyon jó fej vagy, és egy tök kreatív módja volt ez annak, hogy kifejezd a tetszésedet a sorozattal kapcsolatban. Úgyhogy ismételten köszi. Hogyha esetleg szeretnétek, srácok, hogy a ti kommentetek legyen a következő részben, akkor mindenképpen írjatok nekem valamit, esetleg egy javaslatot, néhány kedves szót, vagy valami hasonlót. Ugye erre nincsen egy rendszer, hogy kik kerülnek be, mindig az kerül be, amit éppen érdekesnek találok, vagy úgy gondolom, hogy meg lehetne beszélni. Például sokan írtátok nekem legutóbb, hogy a Creeper farmnál az üvegek helyett használhattam volna szőnyeget is, mert az olcsóbb. Na most ez két sebből is vérzik ez a dolog. Az egyik az, hogy egyáltalán nem olcsóbb. Hogyha belegondoltok, hogy mennyi gyapjú kell hozzá, akkor az üveg az már is olcsóbb, hiszen Efficiency 5-ös ásóval simán kiszedem az üveget, semmi probléma nincsen, és ott egy cica. A másik ilyen gond pedig az, hogy vízzel működik az a farm. Tehát az első dolog, amit tenne a víz a szőnyeggel, az az lenne, hogy kiüti. Szóval abszolút semmi értelme nem lenne szőnyeget használni. Higgyétek el nekem, srácok, én egy meglévő dizájnt alkalmaztam, be is linkeltem ezt, valamint a videóban is megmutattam a srácnak a nevét. Ő ilyenekkel foglalkozik, tehát ő pontosan tudja, hogy mit csinál, de ettől függetlenül köszönöm szépen a tanácsot mindenkinek. Jelenleg egy templomot vagy egy papagájt keresek, tök mindegy, hogy melyik, bármelyik megfelel nekem, csak valamelyik jönne már velem szembe. Papagájt hallok, és látok is! Hello!
Ott vagyok! Srácok, ott vagyok! Hello! Nincs nálam mag. Jaj ne, elfelejtettem magot hozni. Akkor te most szépen velem jössz. Gyere, gyere! Gyere! Majd otthon összebarátkozunk. Ez az! Igen, azt hiszem, hogy ez egy kicsikét szenvedős lesz, de nem baj, megéri. Na most már csak azon filózom, hogy a papagájok azok vajon beleülnek-e a csónakba. Azonnal megtudjuk. Ah! Beleült! Beleült a csónakba! Ez az! Delfin! Hellóka! Teknős! És legyen a neved Bajkos. Nagyon-nagyon sokan kértétek tőlem, hogy legyen a neve Pörki az első papagájomnak, de hát hiszen az én vagyok. Mi lenne, hogyha a Pörkit magyarra fordítanánk, és Pajkosnak hívnánk a mi kis papagájunkat? Így van, mostantól Pajkos a neved. Ne menj el Pajkos, ugyanis még nem szelidítettelek meg, és az nem lenne jó nekem, hogyha elhasználtam volna rád egy némteget, és most itt hagynál. Tudod mit? Maradj ott, mindjárt hozok neked pár darab magot, és legjobb barátok leszünk. Örökre... Milyen jó, hogy van ez az automata farm. Na, így van rengeteg magom. Megyek is vissza Pajkoshoz. Barátok? Ez az megszeretett. Hát nem is került olyan sok magba. Gyere, szállj fel a vállamra. Ez lesz itt az új helyed. Mit szólsz hozzá, Pajkos? Te leszel a könyvtáros papagáj, aki őrzi a legeslegértékesebb koordinátákat, amiket ide fogunk majd hamarosan felírni. Nos, hát az az igazság, hogy egy ideje már afkolok, két dolog miatt is. Az egyik az volt, hogy szerettem volna, hogyha spónolnak még Iron Golemek, és nem nekem kell őket megcsinálni, ide ugyanis ez eléggé drága lenne. A másik pedig, vártam, hogy jön majd egy ilyen vándor raid. Hát sajnos nem jött, úgyhogy Bedoment nem tudtam szerezni. Viszont szerencse, hogy egyszer valamikor láttam a távolból egy pillager outpostot, valahol úgy arra felé. Úgyhogy ha elmegyek felfedezni Elytrával, akkor eléggé könnyen rábukkanhatok majd. Aminek az Iron Golemeket illeti, nos, szerintem jó lesz az, hogyha benne vannak így a bezárt résznél, ugyanis így meg tudják majd védeni ugye őket, hogyha esetleg bejön ide egy-kettő, de nem fog, hiszen ezt az ajtót el fogom itt zárni. Hogyha minden igaz, akkor minden van már nálam, amire szükségem van a raidhez. Tehát minden, elvileg aranyalmától kezdve minden. Úgyhogy kívánjatok sok szerencsét az outposthoz, remélem, hogy megtalálom hamar, és akkor utána visszatérünk a helyünkre, és el is indítjuk ezt a támadást. Azt hiszem, hogy a torony egy nagyon-nagyon jó pont lesz arra, hogy nyilazzunk. Például mondjuk a vexeket, meg a varázslókat, meg ezeket. Birka! Az a helyzet, hogy egyelőre nem találom, viszont megint csak rábukkantam erre a Dark Oak erdőre. Ez annyira aranyos, ilyen kis pici, és itt van egy hegyoldalban. Nagyon-nagyon tetszik. Elképzelhető, hogy a jövőben fogok majd valamit ide építeni, csak egyelőre még nem döntöttem el, hogy mit. Vadonatúj területeken járunk, úgyhogy ez tetszik. Egészen biztosan nem ebből az irányból közelítettem meg azt az outpostot. Lehet, hogy egyáltalán nem is erre felé volt. Elég érdekesen töltenek be a csánkok. Kicsit úgy, mintha még sosem jártam volna erre. Ez az! Találtam egyet, srácok! Oké, remek! Azt hiszem, hogy itt leszállok az egyik fának a tetejére, és hát megvárom, ameddig... Ó, van is egy kapitányunk! Mennyire... Két kapitány! Ez az! Az nekünk nagyon-nagyon jó, ugyanis ez kettes Bad Omen-t jelent. Szuper! Ez az! Au! Oké, megvan, meghalt mind a kettő, meghalt... Várjatok, az egyiket azt nem én öltem meg! Á, ne, ez csak sima Bad Omen, nekem Bad Omen 2-re lenne legalább szükségem, hogy egy menő epic raidet tudjunk csinálni. Az a baj, hogy az egyik a tűzben halt meg, mert a többiek ellögdöstek mellőle. Most nem tudom, hogy várjak-e esetleg, vagy mégis mit csináljak. Oké, ott egy kapitány, és ott van még egy, rendben. Jó, én nem várok tovább, én ezt most megölöm. Jesszusom, mennyi kapitány! Na jó, azért ezt nem ölöm meg, mert nem akarok ötös raidet indítani, hogyha lehet. Oké, most Bad Omen 2-nk van, itt hagyok 2 darab kapitányt, vagy talán még 3-at is, nem baj. A lényeg az, hogy most Omen 2-vel szeretném ezt csinálni, nem Omen 5-tel. Úgy gondolom, hogy fogunk majd olyat is.
Mennyire közel van már a faluhoz? Wow. Tehát fogunk majd Bedouin 5-öset is csinálni valamikor, de... Ne! Ó, gyerekek! De egy buta vagyok. Jaj. Oké, ez az, ezt is megöltük, szuper, jól van. Na, és akkor most elkerüljük azt a falvat mindenképpen nagyon-nagyon messzire, és hogyha esetleg itt előttünk lesz egy falu, azt is. Csak ezt most fejben kell tartanom. Srácok, hazaértem. Elvileg minden megvan. Drukkoljatok nekem, ugyanis most berepülök a faluba. Ugye nálunk ez a torony számít falunak, ezt ide lerakom, és leteszem a spawn pointomat. Ha minden igaz, most mindennek jól kell mennie, úgyhogy drukkoljatok. Hűha, hamarosan jönnek. Ho-ho-ho. Onnan hallottam. Ott is vannak. Megérkeztek. Oké, úgy látom, hogy az első az egy nagyon gyenge raid. Oké, ezt nagyon-nagyon könnyen meg fogjuk tudni oldani. Igazából, ó, egy van, amit viszont elfelejtettem. Ezt le, ezt pedig föl. De gyorsan, Ó, te nagyon-nagyon sebzel, Téged nem szeretlek. Ez az. Nehogy kilőj rám. Nem, rossz vagy. Oké, van még. Jó, téged lelassította Soulsand, nem baj, az nekem tökéletes. Valahol kell lennie még egynek. Aha, ott vagy, látlak. Te kis buta. Ez az, oké, srácok, jön a következő. Jaj, ne. Jön a kövi. Hú, de izgulok. Nagyon-nagyon izgulok. Hol jön a következő vajon? Aha, nem hallottam sajnos. Ú, te jó ég! Mennyi fejszés! Jaj. Oké, ott legalább nincsenek villagerek. Rendben, eléggé rossz helyre spónoltak, így az ő szempontjukból. Jó, hát akkor legyen. Elmegyek most arra felé. Itt megállok, fel fogom venni a cuccaimat, és utána pedig nekik megyek. Úgy gondolom, hogy nem lehet túlságosan nehéz, ha pedig meghalok, akkor újra fogok éledni itt, a közvetlen közelében, a halálomnak a pontjának, úgyhogy... Remélem, hogy nincsen velük boszorkány, hogyha jól láttam, akkor nincs. Az a baj, hogy ő nagyon-nagyon fel tudja őket hílelni. Aj, elmentek már egy csomóon. Nem baj, legalább a fejszésekből nem maradt itt túl sok. Ez az, hajd meg. Jaj, oké, visszaszívom. Van belőle azért. De most elmenekülnek előlem, de nem baj. Nagyon mész valahova, Johnika. Hova mész, Johnny? Hello. Fordulj meg. Ah, ne, meggondoltam magam, ne fordulj meg. Ez az, jó. Oké, okay. te gyere ide. Úgy. Oké. Okay. Hol a többi? Ah, Johnny. Oké. Okay. Ah, te jó ég, jumpscare. Mi volt ez a jumpscare? Hajd már meg! Ez az. Oké, okay, meghalt. Oké, okay, gyorsan. Föl kell mennünk ilyenkor. Jó. Hol jönnek? Hol vagytok? Mutassátok magatokat. Ez az. Jaj. Van beast. Ez az, megöltem. És még maradt 32 darab nyilam. Jó, az annyira nem rossz. Az nem rossz. Jó, akkor én most ide leszállok. Utána pedig leveszem az elitrámat. Talán rám jönnek, és nem a villagerökre akarnak majd menni. Ez az. Hello, kapitány. Jaj, ne, ebben már van boszorkány. Hogyha jól látom, akkor kettő is. Beleesnek a gödörbe. Van egy olyan érzésem, hogy abban a gödörben van Iron Golem. Oké, ez az. Hajd meg. Oké. Meghalt, jó. Van még egy pár, hogyha jól láttam, akkor itt. És aha, boszorkányok. Ez az, megöltem. Hú, oké. Pók szemet dobott, fúj. Oké, az egyik megvan. Gyere te is, ez az, gyere. Adok neked, gyere. Oké, meghalt. És még van kettő darab valahol.
Mondd, hogy nem mentek le ide, kérlek. Aha, ott egy. Ott, itt vannak mind a ketten. Nehogy rám dobd, nehogy rám dobd. Nem, nem. Nem talált. Béna vagy, nem találtál el. És a másik. Jaj! Oké, ez is megvan. Oké, megvagyunk, srácok. Úristen, hol az elit rám? Áj, kezd egyre rosszabb lenni az inventorimnak az állapota. Ó, te jó ég. Ó, ott a varázsló. Na, őt mindenképpen le kell szednünk innen. Tehát nincs mese. Ő nem jöhet a közelbe. Ugyanis akkor kiengedi magából a vexeket. Jaj, ne! Oké, talán még mielőtt kiengedte volna, azelőtt sikerült. Az elitrám sincsen éppen a legjobb állapotban, de nem baj. Oké, gyertek ide vissza. Innen már beszélgethetünk. Oké, meghalt. Jó, a többit meg már nagyon könnyen le fogjuk szerintem tudni szedni. Hát az, hadd érkezzek le először, csak utána szedjük le az elitrát. Ezt már megtanultam. Mész innen, ne! Fúj! Nem. Rossz vagy, Johnny. Ti meg aztán pláne. Hát nem. Hát ezt most nem. Ez az, oké, itt tudtunk aludni. Megijedtem, hogy nem fogunk tudni aludni. Az nagyon-nagyon szerencsétlen lett volna, ugyanis teleszpónolt volna mindenféle szörnyel. Ez a hely. Így is jöttek egy páran. Jaj, de mi? Van még egy fejszés? Én ezt nem is láttam. Oké. Vannak még raiderök valahol, úgyhogy őket meg kellene találni. Oké, felfedik magukat, jó van. Szuper. Megtaláltam. Ez az, jó. Jön a következő adag. Nem tudom, hogy pontosan mennyi van egy kettesben, és hard módon vagyok, úgyhogy fogalmam sincs. Jaj, te jó ég, mennyi. Ez nem jó. Jaj, ez nem jó. Hájjá. Van varázsló. Jaj, ne! És már idézés a vexeket. Ez az. Jó, nem tudta idézni őket. Jó. Itt meg közben engem. Itt megölnek. Szépen, ameddig én el vagyok foglalva. Gyere. Ez az. De ne olyan távolra, hogy gyere a közelembe szépen. Legyen ilyen közeli harc. Jaj, ne Johnny. Johnny, nem jó. Jaj, Mész innen el? Nem adtam rá engedélyt, hogy ide gyere, hát. Azért nem akarok egyébként ráugrani és úgy megütni, mert akkor túlságosan közel kerülök hozzá, és akkor nem csoda, hogy meg tud ütni. Úgyhogy próbálom minél messzebbről. Áj, még egy, fúj. Gyere. Ne akadnék bele, vidd ebbe! Oké, megvan. És már csak ő van. Ne, és van még egy! Ne! Azt hittem már, hogy végeztünk! Jaj! Na jó, nem baj. Ne, ezt ugye csak viccből mondja a játék. Ez ugye csak egy vicc. Áj, az a baj, leidézte már a vexeket, vagy nem? Nem? Az jó lenne, hogyha nem. De itt látok még egyet. Ne. Játék! Mit művelsz? Úristen, de gyors! Jesszusom! Hát ezzel meg mi van? Na hát megpróbálok átmászni erre a tetőre. Talán nem vesz még innen észre. És akkor innen le tudom nyilazni. Álljál ott meg! Álljál már meg egy helybe! Mi van ezzel? Ha jön ki innen, akkor meg kellene próbálnom lelőni. Ott is vannak. Wow, oké. Még valaki esetleg. Ott is egy varázsló. Jaj, de jó. Oké. Remek. Nagy partiba vannak most éppen. Jól van. Nem tudom, megzavarjam-e őket egy nyílzáporral.
Talán meghal a... Ha? Ez az, oké, az itt megöltem. Ott viszont van még egy, úgyhogy arra majd figyelnem kell. Jó, akkor én itt most azt mondom, hogy leugrok. És itt tutira egy Johnny fog rám várni. Ó, persze. Ne! Jaj ne, könyörgöm ne! Jaj ne! Ez számunkra a legrosszabb hír, amit most így kaphattunk volna. És fog még idézni, jaj. Esetleg, hogy eljövök ennyire messze, akkor nem követnek annyian, szóval nem fog annyit sebződni. De hogyan került oda még egy olyan? Én azt hittem, hogy megöltem már az utolsót is. Mondd, hogy ez az utolsó. Kérlek, mármint, hogy ez az utolsó raid. Nehogy leidézd. Ez az. Talán nem idézett le többet. Nincs több nyilam. Ajjaj, nagyon jön. Jaj. Te nem tudsz úszni, ugye? Jó, hát legalább nem tudsz gyorsan úszni. Most ez is valami így egyelőre. Mit csináljak veled? Aj, nincs több nyilam. Ezek talán fel vannak húzva? Fel, oké. Ez? Ez nincs. Ez? Ez fel van. Jó. Nem tudom, hogy most mit csináljak. Az a baj, hogyha ő belém harap, akkor az nekem nagyon-nagyon fog fájni. Ajajaj! Á, de hát ez harap, he! Ott a bika kutya izé-bizé. Jó, Tutira kevés élete van már. Szerintem meg tudnám ölni, hogyha oda megyek. Ha meg nem, akkor nagyon szomorú leszek. Gyere, pika kutya izé, itt vagyok. Ez az, most felgyújtottam. Talán most meghal. Kérlek, hajj meg! Nem akarok veled veszekedni. Ah, bika kutya, ne, mennyi életed van neked? Mint egy vasgó lennek, hogyha jól tudom, hát az meg már... Ez az! Oké. Ez nem sokon múlt, szerintem. Hello, látlakám. De az előbb még ketten voltatok, mégis mi történt? Hogyan szállt le a hátadról a kis barátod? Wow, oké. Tudod, én meggondoltam magam, és úgy gondolom, hogy szerintem mi tök jó barátok lennénk. Tehát, hogy így mindig csak veszekszünk, de amúgy meg szerintem mi tök jóban lennénk, hogyha nem lennél ennyire mogorva. Én amúgy szeretem az ilyen macska-kutya izé-bizéket, ilyen bika-kutya villager cuccokat, szóval, hogy így nem nagyon értem neked, mi bajod van a papagájokkal, de jó, elfogadom. Nem szerethet mindenki mindenkit. Most próbáljuk meg a barátságunkat újra összefűzni itt, jó? Itt a fa tetején. Mármint, hogy én leszek a fa tetején, te meg ott szépen lemaradsz a helyeden, jó? Egyezzünk meg ennyiben, és légy szíves, ne harapjál meg. Na, meghalsz végre? Kérlek. Annyit beléd ütöttem már, csak szétszeded a te kertemet. Olyan pert rád szabok. Szétszedted a kertemet. Jaj, te jó ég, és most jössz felém. Nekem már görcsölne a nyakam attól a sok harabdázózástól, amit te itt leműveltél. Menj innen! Te miért tudsz engem megharapni, én pedig miért nem tudlak téged megütni? Na, úgy. És most már csak egy darab raider van. Remélhetőleg ez volt az utolsó kör, mert én nem bírok ki még egyet. Nincs több aranyalmám, és nincs több nyilam sem. Úgyhogy imádkozzatok értem, kérlek szépen, kedves papagájok. Meg mindenféle, drukkoljatok nekem. És ezen raid utolsó anyagát készülök éppen megölni. Úgyhogy ez az, menj innen. Úgy. Hogy mi? Hogy van még egy kör? Srácok, egy valamit tudok, nem hagyhatjuk nyerni ezt a raidet. Egyszerűen nem hagyhatjuk. Nézzétek meg, ők nem profik, őket meg tudjuk ölni könnyen, nem? Az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy hová lettek. Ó, te jó ég, jaj, mindegyik itt van. Ó, jaj. Hogyha elég ideig várok, akkor
az ott annyiszor át fog menni a campfire-ön, hogy meghal. Lehet, hogy ez lenne a legjobb védelem, hogyha az ember körbevenné campfire-rel az egész táborát. Egyszerűen muszáj megnéznem, hogy nincs-e esetleg véletlenül még egy kevéske kis nyilam valahol eldugva. Nagyon-nagyon remélem, hogy van, különben bajban leszek. Az a helyzet, hogy nincsen elég flintem szerintem ahhoz, mondjuk van. És tollam, az csak 2. Aj, ilyenkor tudok vajon trédelni a falusival? Azt meg kellene nézni, ugyanis az nagyon nagy segítség lenne most nekem. Na jó, hát megpróbálok betörni mindenképpen a saját kis házikomba. És valahogyan megpróbálok trédelni a falusival. Nem tudom, hogy lehet-e vele ilyenkor, de úgyis mindjárt kiderül. Hey, hellóka, belóka! Elég izzasztó helyzet, ugye? Igen, látom, ti is nagyon verítékeztek. Na jó, szükségem lenne rád. Mondd, hogy ez az, te ilyenkor trédelsz. Te nagyon-nagyon jó fej vagy, örök hálám. Így innen a távolból szépen megpróbálom lenyilazni az ilyen veszélyesebb elemeket, mint például őket. Jó, most pedig le kell ide jönnöm ezért a rengeteg nyílé. Hát ez nagyon-nagyon sok, ezt nem hagyhatom itt, ez... És még tudtam a fa... Oké, hello. Ó, ezt teljesen lebontották itt nekem. Aj. Annyi munka lesz ezzel a helyjel, miután végeztem. Ez az, és van még egy darab valahol. Hello, te vagy az utolsó. És ennyi volt. Nos, valamilyen hiba miatt egészen egyszerűen nem kaptuk meg a Hero of the Village-et, amit nem annyira bánok, mert annyira nagyon menő trédeket nem ad. Viszont nem kaptunk itt tűzijátékot sem. Na de nem baj, Perky Parrot erről is gondoskodik nektek a kis ünneplésről. Itt a levenő napfényében készítettem néhány tűzijátékot, úgyhogy most megünnepeljük mi magunk ezt a nagyszerű teljesítményt, úgyhogy íme! Na jó, megvolt a móka és a kacagás, de most jöhet a munka. Tehát szeretném az első raidünket megünnepelni amolyan különleges Perky Parrotos egyedi módon. Nos, hogyha belegondolunk, akkor egy raid, egy ilyen támadás, egy ilyen fosztogatás mégis mit hagy maga után, srácok? Hát nyilvánvalóan pusztítást. Láttok itt ti bármilyen nagymértékű pusztítást? Oké, ezek a nagy szörnyetegek leszedtek egy-két levelet a fákról, de azon kívül semmi. Mi lenne, hogyha építenénk néhány olyan épületet mondjuk ide, amit megtámadtak ezek a fosztogatók, felgyújtottak és kifosztottak. Na most én ehhez már összegyűjtöttem néhány anyagot. Ezt majd látni is fogjátok. Hoppá, azt hiszem, hogy a zöldbe tettem, hogy mégis mire készülök. Szeretnék ilyesfajta épületeket csinálni egyszerűen és félig lerombolva. Úgyhogy ennek most gyorsan neki is állunk. Nos, hát ugye nyilvánvalóan az első lépésben egy egyszerű alappal fogok kezdeni, úgy, mint mindig. Nem fogom teljesen megépíteni, ugyanis amúgy is le kellene majd bontani. Előre nem terveztem meg, hogy mégis milyen ívekben kanyarodjon majd ez a házikó, ugyanis annyira nem fontos. Végeredményben az lesz a lényeg, hogy itt lesz egy-két olyan épület, ami hát egyértelműen elszenvedte ennek a raidnek a következményeit. Úgyhogy, jep, ezt most gyorsan megcsinálom. Közben egyébként, srácok, azon gondolkodtam, hogy mivel ezt a világot úgymond valamilyen szinten közösen csináljuk, mi lenne, hogyha javasolnátok nekem épületeket? Milyen épületeket, építményeket szeretnétek itt látni? Nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha olyasfajta ötleteket kapnék, amiknek a... nem tudom, az épületei ilyen funkcionálisak, tehát most csak mondok egy példát, világító torony, azt már egy csomószor kértétek, úgyhogy olyan valószínűleg lesz is, de van-e még esetleg bármi más, amit szeretnétek itt látni ebben a világban? Mindenképpen írjátok le nekem kommentben.
egy ekkora küzdelemnek bizony nyoma marad egy településen. És hát ez történt itt is. Mint azt látjátok, az egész füstben áll. Ugye itt campfire-ökkel oldottam meg ezt a füstöt, valamint blackstone-t és black concrete powder-t, azaz fekete betonport használtam a hamuhoz. Itt a tűz kiperzselte a füvet. Akkor itt látjátok, hogy a fa szerkezetnek egy csomó része elégett. Itt ez az oszlop is teljesen elhamvadt. Ugye ez egy eléggé egyszerű épület. De hogyha itt végigjövünk, itt már láthatjuk az igazán nagy pusztítást. Ugye ez itt egy ilyen kis kocsi, ami eldőlt, láthatóan ez a tök kigurult belőle egészen idáig, ez is természetesen füstölög, valamint a pillager-öknek a zászlóját láthatjuk némelyik elpusztított épületnek az oldalán. Hogyha innen megnézzük egyébként ezt a házat, akkor több érdekességet is felfedezhetünk, mint például a félig leomlott tetőt, akkor ezt a tetőkeretet, ami itt hever lent, ugye ez ide leborult, akkor ott van a tetején egy elszenesedett gerenda, ennek a másik fele pedig itt van, tehát próbáltam minél élethűbbre megcsinálni az egészet. Ott láttok egy lyukat? Az ott egy ablak volt, és az ablak keretet, ahogyan leszakadt a tető keret ide lenyomta a földre, és teljesen összetört. Hogyha felmásszunk erre a dombra, akkor még azt is megláthatjátok, hogy berendeztem magát a padlásrészt. Tehát igyekeztem úgy megcsinálni, mintha itt ténylegesen élnének emberek, megpróbálok oda visszamászni föl. Tehát ténylegesen olyan az egész, mintha emberek lakták volna. Ott van néhány szalmabála, egy lámpás, egy crafting table, néhány faanyag, meg egy-kettő ilyen mászókát is hagytam ott, ugye ezt a scaffoldingot. Szerintem ez tök jó ilyen kis, nem tudom, mintha egy ilyen gerenda szerkezet, egy fa szerkezet lenne, ami így kibukott az egészből, úgyhogy úgy gondoltam, hogy azt ott hagyom, vagy akár már az újraépítésnek a jelei is lehetnek, bár ezt szerintem a fantáziátokra bízom. Úgyhogy igen, ezt a kis emlékművet állítottam az első raidünknek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, srácok, hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt az epizódot, legközelebb találkozunk. Vigyázzatok magatokra, és igyatok sok teát. Kellemes hétvégét nektek, sziasztok, pápa!